Az orosz védelmi minisztérium szombaton bejelentette, hogy az orosz hadsereg elfoglalta a kelet-ukrajnai Líman települést. A 20 ezer fő népességű kisváros stratégiai szerepét az adja, hogy hídjaink keresztül nyithatnak utat az orosz erők Szeverodonyeck felől, Szlovjansk és Kramatorszk felé. Igor Konaszenkov az orosz védelmi minisztérium szóvívője szerint a kelet-ukrajnai szakadármiliciák és az orosz erők közös akciói felszabadítják a településeket. Kiev nem erősítette meg Liman elfoglalását. Az ukrán hadsereg szombaton annyit közöl csupán, hogy az orosz erők fokozták offenzívájukat a Dombász keleti részén. Oleksandr Stupun, az ukrán fegyveres erők szóvivője hangsúlyozza, hogy az orosz erők nem felszabadítják, hanem támadják az ukrajnai településeket. Tüzérségi műveletekkel fokozták az ukrán egységek elleni támadásokat. Aknavetőkkel, rakétaindítókkal és légicsapásokkal is támad az orosz hadsereg Ozernője és Dibrova települések környékén. Vladimir Putin orosz elnök a cirkor rakéta fehér tengeri tesztelésekor a fegyverzet új generációjának nevezte a hiperszonikus rendszert. A rakéta a hangsebesség kilencszeresével képes haladni.